Mostani előadónkat szeretettel köszöntöm, Nagy László Szegedről érkezett hozzánk. Ugye ritkán sikerül ide csábítani messzebbről is emberek, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. László a Szegedi Biológiai Központban, Kutatóközpontban a Gomba Genomika és Evolúció csoportot vezeti. Ő Szegeden is végzett, PhD-ját is ott szerezte. Tanulmányidőt töltött Hollandiában, és az Egyesült Államokban dolgozott hosszabb ideig. És a korosztálynak az egyik legsikeresebb kutatójaként 4 évvel ezelőtt elnyerte a Magyar Tudományos Akadémiának a Lendület pályázatát, ugye Magyarországon a legnagyobb alapkutatási pályázat, és ezzel aztán akkor a lendületet szerzett, hogy tavaly pedig az Európai Kutatási Tanács, az ERC grantját, starting grantját is elnyerte, ami több mint 1 millió euró, és ez a legnagyobb presztízsű alapkutatási pályázat európai szinten. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy miről fogsz ma mesélni nekünk, és át is adom neked ezt az szót. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm én is. Jó, hát köszönöm szépen én is a meghívást. Nagyon megtisztelő, hogy beszélhetek nektek. Szerintem tegeződjünk majd a kérdésekről is, én próbálok tegeződni. Ma egy olyan témáról szeretnék beszélni, amiről biztos, hogy sokat hallottatok az egyetemi tanulmányok során. Sok sejtőség az itt is, ott is előkerül. De nagyon gyakran nem teljesen úgy gondolkodunk róla, ahogy a legutóbbi kutatások ezt előírnák nekünk. Hogy szeretnék egy-két ilyen gondolatot megosztani veletek a mai előadásban. A sok sejtőség az egyik legnagyobb átmenet az evolúcióban, legalábbis ezt gondoljuk róla. Ugye ezt hagyományosan az egyik legnagyobb evolúciós innovációt tekintjük, ami többek között azt is lehetővé tette, hogy mi a gond, mint sok sejtő élőlénynek kifejlődjük. Azonban nem biztos, hogy ez az átmenet mégis ilyen nagyon nagy. Az egyik fő take home message, amit szeretnénk a mai napig előtetni a gondolatokban, az, hogy ha bár ez látszólag egy hatalmas átmenet, egy nagyon nagy innováció, genetikai értelemben, meg mechanisztikus értelemben, de már közel sem biztos, hogy ilyen nagy, és ennek az átmenetnek a vizsgálatával közelebb kerülhetünk olyan evolúciós mechanizmusok megértéséhez, amiről eddig nem nagyon volt fogalma. Kicsit szétnézve az élővilágban, talán mindenki számára egyértelmű, hogy az egysejtűség az volt valamiféle ősi állapot, mind a prokarióták, mind az eukarióták között, és mindkét csoportban kialakultak többsejtű élőlények. Az evolúció során többször. Az első ilyen bizonyíték az a közel 2 milliárd évvel ezelőtti ilyen tűzőhöz, vagy hasonló különösebb lenyomatok utalnak arra, hogy már volt valamiféle soksejtű létforma, mert hogyha szétnézünk a mai élő stromatolitok között, akkor ezek is olyan bakteriális közösségek, amelynek például már milliárd évvel ezelőtt is láthatjuk. És hogy az általános gondolkodásmód az az, hogy a soksejtű élőlények az evolúció legfejlettebb képviselői, és ezek dominálják a látható világot. Hát azért azt tartsuk fejben, hogy mindaddig, amíg az előadásban soksejtőségről lesz szó, azért a számok tekintetében az élővilágot talán mégiscsak inkább a mikrobiális szervezetek dominálják. Gondolhatunk itt akár azokra a microbial dark matter két apostrofált fajokra, amelyek igazából nagyon nehezen tenyészthetőek, nem is nagyon tudjuk, hogy hány fajuk létezik, milyen diverzitásról beszélünk, de tudjuk, hogy jelen van. De nem baj, ma mégiscsak sok sejtőségről lesz szó. És ha már elmondtam, hogy ez egy nagyon átmenet, kicsit meg kell emlékezni arról, hogy ez mechanisztikusan hogyan zajlik, milyenek azok az első soksejtű prekurzor élőlények, amelyek átmenetként szolgáltak a fejlettebb soksejtű élőlények felé, és hogy ilyen akadályai lehetnek a soksejtűségnek. Ugye amikor több sejt egymással kapcsolatban kerül, akkor egy csomó probléma merülhet föl. Például az egyik, hogy
hogy mindegyik a saját érdekeit próbálja érvényesíteni. Tehát amikor ezek csoportban próbálnak működni, akkor fel kell oldani azokat a konfliktusokat, amelyek az egyedi érdekekből fakadnak. Egy másik kihívás, azt is meg kell magad szervezni, hogy ha már próbálnak együttműködni, akkor lehet, hogy maradjanak is együtt. Tehát valamiféle választóanyagot, vagy valami mechanizmus ki kell találni arra, hogy ezek a sejtek, ezek kolóniákat tudjanak alkotni, vagy több sejtű agregátumokká fejlődjenek, és stabilan is maradnak. Tehát valamiféle ragasztóra is szükség van. Ezek általában adhezív fehérjék, legalábbis az állatok között. Szóval kell egy ragasztó, aztán kell a sejtek közötti kommunikáció, valamiféle mechanizmusa, mert hogyha csoportként működünk, akkor meg kell valahogy oldani azt, hogy a munkaregosztást megszervezzük egymásokat. Hát ehhez általában különböző szignáltranzíciós útvonalat gondolunk, receptorokra, amelyek segítenek a munkaregosztás megszervezésére. És talán egy következő lépés a sejtek közötti differenciáció, ami ehhez odáig, hogy nem egy homogén sejtcsoportosulásról van szó, hanem lehetőség teremtődik arra, hogy különböző sejtek különböző munkafolyamatokat lássanak el, és ezáltal egy magasabb komplexitási szintre lépjenek. Ezen túl, hogyha komplex soksejtőségről beszélünk, ami alatt azt a szervezési szintet értjük, ahol mi magunk is vagyunk, egy olyan háromdimenziós struktúra, ahol nem minden sejt van közvetlen kontaktusban a külvilággal. Ez fölvet egy nagyon komoly problémát, méghozzá azt, hogy a diffúzió az oxigént és a tápanyagokat csak annyi sejtrétegen keresztül tudja szállítani, amennyi. Ez általában nem túl sok sejtrétegen, néhány vagy néhány tíz. Tehát valamiféle mechanizmus kell arra, hogy az élet számára fontos alkotóelemeket azt szállítsuk. Úgyhogy nagyon jól tudjuk, hogy akár bennünk milyen szájtó mechanizmusok léteznek, növényekben, gombákban, egyéb komplex soksejtőnyekben hasonló mechanizmusok kellett, hogy kialakuljanak, annak érdekében, hogy a testmélet növekedésnek ez további gátja ne legyen. Egy további feltétel, aminek teljesülnie kell, az, hogy valahogy ennek a soksejtő agregátumnak képesnek kell lenni elkerülni a csaló individuumoknak a megjelenését. Ha van egy jó kis soksejtő közösség, ahol munkamegosztás van, mindenki termel valami ragasztót, ami egybe tartja az emberek, a sejteket, akkor előbb-utóbb spontán megjelenhetnek olyan sejtek, amelyek ezeket a szabályokat felhagyják és nem követik, mondjuk nem termelik a ragasztót például, vagy nem működnek együtt a többiekkel úgy, ahogy az elvárt erre a közösség szempontjából. Ezeket csalókat hívjuk. Ilyen csalók rendszeresen előfordulnak, mindjárt egy egészen hozzánk közálló példát is mondok. De például gondoljunk erre a bakteriális biofilmre, amiben minden sejt ellátja a saját funkcióját. Ebben nem sok differenciáció van, de a sejtek között van kommunikáció, meg tudják szervezni valamiféle primitív morfogenetikus programokat annak érdekében, hogy ez úgy nézzen ki, ahogy kinéz, illetve hogy takarnak is egymáshoz. Mert nagyon könnyű belátni, hogy ilyen környezetben előfordulhatnak olyan sejtek, amelyek ezeket a szabályokat nem követik, ezeket valahogy tudnia kell a közösségek eliminálnia magából. Mi a helyzet akkor, amikor a sok sejtőség elvész? Most erre nagyon kevés példát tudunk. Ami alapvetően azt sugallja számunkra, hogy a soksejtőség az egy evolúciósan stabil dolog, tehát amikor a szervezési szint átlépett egy bizonyos komplexitási küszöböt, és feloldásra kerültek azok a problémák, amelyeket az előbb említettem, onnantól kezdve kvázi nincs visszaút, mert a soksejtőség az a legtöbb környezetben erős lesz. Az élmények számára. Talán az egyik egyetlen jó példa az eukariótákon belül az élesztő. Erre vissza fog térni az elemes végén, de az élesztők azokra azt gondoljuk, hogy ezek egysejtű élmények, tudjuk, hogy valahogy így néznek ki, tudnak csirázni ilyen egyszerű hifákkal, de alapvetően egysejtűen töltik a mindennapjaikat. Ez pedig úgy valósult meg, hogy ezek az élesztők, ezek
alapvetően fonalasgomba ősökből egymástól függetlenül több alkalommal az evolúció során kialakultak, és adaptálódtak olyan folyadék közegekhez, ahol igazából egyszerű cukrokat asszimilálnak, és ahol az egységtű létforma a számukra erősebb. Azt nem szabad elfelejteni viszont, hogy a legtöbb élesztő az képes visszaváltani valamiféle fonalas növekedésre gombáknál, tehát itt is azt látjuk, hogy ha bár az életciklus nagy részében nem használják a soksejtőségeknél képességet, vannak olyan körülmények, amikor mégis váltanak. Az egyik ilyen körülmény, nagyon fontos az orvoslás és a patogének elleni küzdelem szempontjából, az maga az emberi szervezet. Stressz hatására, magasabb hőmérsékletre az élesztőszerű fajok, például a kandirák, hifás növekedésre tudnak váltani, vagy akár akkor is, amikor egy szövetben megtapadnak, és ott elkezdenek invazívan növekedni. Tehát a vérállamban egysejtű élesztő sejtként terjednek, azonban, hogyha valahol letapadnak, vagy magasabb hőmérsékletre vannak kitéve, akkor képesek sok sejtű növekedésre váltani. Egy másik példa, ami talán mindenki számára nagyon jól ismert, azok a rákos megbetegedések. Ezek is olyan folyamatok, amikor a közösségben gondolkodás a sejtek szempontjából háttérbe kerül, és bizonyos fékek és visszatartó mechanizmusok megszűnése miatt a sejtek féktelen bújjázásba kezdenek. Tehát ugye a rák az tekinthető ezáltal a sok sejtőség szabályának egy eliminálódásaként. Gyakorlatilag a ráksejtek azok klasszikus értelemben csalósejteknek tekinthetők, és azért az ami elvezet ahhoz, hogy egy ilyen sejtmódjázás alakuljon ki, ami aztán egészen valformákat is ölthet. Ilyen példák nem csak az állatvilágban vannak, hanem vannak növényeknél is. Például itt van ez a kaktusz, aminek a teteje el tud ágazni ilyen szabályozatlan elágazási rendre vált át. Ez is valami hasonló mechanizmus, illetve amikor a fákon ilyen kerköröket látunk, ilyen bújjázásokat, azokat nagyon gyakran gombák által okozott sejtbújjázásnak tudhatunk be. Rendben. Nézzünk szét egy kicsit evolúciósan, hogy az evolúcióban, hol jelentek meg a sok sejtőlők. Ugye nagyjából említettem már, hogy egymástól függetlenül többször. Hát egyes beszélések szerint több mint 25 alkalommal jelent meg a sok sejtőség az evolúciósnál. Ugye mindjárt fölmerül a kérdés, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen major transition és egy nagyon nehezen bekövetkező váltás az ővények történetében, mondjuk azért, mert komoly genetikai gátjai vannak, vagy komoly problémákat és kihívásokat kell leküzdeni, akkor miért alakult ki ilyen sokszor? Ez akkor hogy működik? Ez az, ami elvezetett végül is ahhoz az elmélethez, ami azt mondja, hogy a soksejtőség az lehet, hogy nem is egy olyan nagy átmenet, hanem inkább egy ilyen minor major transition, ahogy Grossberg fogalmazta. Ha szétnézünk az eukarióták törzsfaján, akkor azt látjuk, hogy itt sárga pontokkal jelöltem azokat a csoportokat, ahol egyszerű soksejtű csoportosulások kialakultak, tehát ilyen sejtkolóniákra gondoljatok, és olyan soksejtűségre, ahol minimális munkamegosztás van sejtek között, minimális differenciációval. Feketével pedig jelöltem azokat a csoportokat, ahol komplex soksejtőség alakult ki, tehát háromdimenziós szerveződés, diffúzió limitált, differenciációval egészen komplex működés van. Ilyet a vörös algáknál látunk, barna algáknál, növényeknél jelen van, tehát az opisztokontákon belül az állatoknál és a gombáknál. A gombákra visszatérünk, nem csak azért, mert a fő érdeklődési köröm azok a gombák, hanem azért is, mert komplex sok sejtőség szempontjából a gombák valami egészen elképesztő dolgokat tudnak produkálni. A következő pár díján szeretnék egy kicsit példákat mutatni arra a különböző ilyen csoportokból, hogy milyen sok sejtű csoportosulások vannak. Elsőként az egyszer és a komplex soksejtőség
tekintetében egy kicsit szétnézni. Amikor egyszerű soksejtőségről beszélünk, akkor valami ilyesmi sejtcsoportosulásra kell gondolni. Ez a bal oldali ábra a Dictyostelium nevű egykor nyálkalópának gondolt jószárnak a képe, ahol egyedi amőbaként táplálkozó sejtek agregálódnak annak érdekében, hogy egy soksejtű termőtestet hozzanak létre, ami aztán tanúspólákat termel. Az alsó kép az pedig egy koanflagellata, ami az állatoknak a közvetlen testvércsoportja. Ők ilyen kis kolóniákat tudnak létrehozni. Ez a két példa, egyben példa arra a két útvonalra is, amit a soksejtűség két fő megoldásával gondolunk. Az egyiket úgy hívjuk, hogy agregatív soksejtűség, amikor egyedi sejtek agregálóban gyűlnek össze és alkotnak valamiféle több sejtű struktúrát. A másik pedig a klonális soksejtűség, amikor egymással rokoni viszonyban álló sejtek, egymás leszármazottjai egyben maradnak és nem úsznak el egymástól nagy távolságra, mondjuk ezek a ilyen baldérrel és ostorral elkezdődik. Jószágok. Azért, mert az agregatív soksejtőségben nagyobb tud lenni a genetikai heterogenitás, ezért általában azt gondoljuk, és a példát is elmutatnak, hogy az agregatív soksejtőség evolúciósan jóval is nagyobb. Miután a genetika az nem homogén, ezért sokkal könnyebben és több konfliktus jelenik meg az egyedi sejtek között, tehát ez sokkal könnyebben vezethet azoknak a szabályoknak a felbomlásához, illetve nem megszilárdulásához, amik a soksejtőséghez alapvetőek, ezért azt gondoljuk, hogy ebből a stádiumból sokkal több reverzió létezik az egysejtű irányba, míg a koloniális soksejtőség az sokkal stabilabb evolúciósan. Oké, és akkor egy pár szót a Dictyostelium-ról. Ugye mondtam, hogy ezek ilyen egyszerű amőbaként szerzik be a táplálékokat, és amikor úgy érzik, hogy a táplálék elfogy, akkor kezdenek el agregálódni. Erre azt mondják, hogy starting to be social, tehát annyira megéheznek, hogy elkezdenek egymással barátkozni, és amikor ez megtörténik, akkor valami ilyesmi folyamat szerint egy ilyen soksejtű termőtest alakul ki, aminek a terméke az a spórák. Egyébként a Dictyostelium az egy nagyon fontos modern organizmus is volt. Ugye könnyű tenyészteni a laborban, petri csészén lefolytatja a teljes életciklusát, nem kell elhalmozni mindenféle földi jóval, egészen egyszerű táplálékforrásokon is jól nő. Ezért aztán a korai kutatások egyik kedvelt organizmusa volt. Nagyon sokat tanultunk például a fagocitózis folyamatáról, ami ugye nagy relevanciával bír például az immunsejtek idegentest bekebelező képességében is, illetve a kemotaxisról is. Az nagyon érdekes, hogy azok a mechanizmusok, amelyek az egyedi amőbasejtek közötti kommunikációban fontosak, azok egészen nagy fenomenokai távolságban is, ugyanígy az éhezés és ennek hatására az ivaros szaporodás beindítására felelősek. Például az a csiperke, amit a boltokban meg tudtok venni, az is ugyanolyan CANP által szabályozott útvonaton keresztül ismeri föl, hogy fogy a táplálék, és kell neki termőtest képzésre váltani, mint a mi mechanizmus ezeket az amigdálokat hagyja egymásnak. Ez egy nagyon érdekes megfigyelés szerintem, különösen nagy tekintetében, hogy ezek a két élőlény egymástól legalább egy milliárd évre vannak evolúciósan, illetve hogy a soksejtűség a két csoportban egymástól teljesen független alakult ki. Okay, nézzük meg az állatokat, hogy az ő soksejtűségük, miután ez van hozzánk legközelebb, nagyjából hogyan alakulhatott ki. Egy direkt átmenetre gondoljatok, egy sejtűből komplex soksejtűvé. Az uralkodó elmélet szerint valami hasonló kornoflagellátaszerű élőlények lehettek az intermediérek, és ez körülbelül a 600 millió évvel ezelőtti átmenet. Szerencsére az állatoknak a fenomenetikai törzspályák molekulás óra módszerekkel egész jól tudjuk kalibrálni.
ezért aztán elég jó ötletünk van, egy jó elképzelésünk van arról, hogy ez az átmenet, ez milyen idő is lehet. Hát itt valahol ide kell figyelni, az Ediacara korszaknak a faunája, mert egészen komplex testformákat. Amit még szeretnék megmutatni az állatok soksejtűségével kapcsolatban, az egy kicsit ezekre a kornoflagellátákra fókuszál. Ugye valahogy azt gondoljuk, hogy egy ősi egysejtű élény valahogy elkezdett aggregálódni, vagy legalábbis, mint mondtam, inkább kolóniákat képezni. Ez a kolónia nőtt méretében, előbb-utóbb megjelent valamiféle munkamegosztás a sejtek között, ami aztán elvezett oda, hogy egyre komplexebb formák tudtak vele kialakulni. Van egy nagyon érdekes megfigyelés, méghozzá az, hogy az állatok jelentős részében vannak olyan sejtek, ezeket kornocitáknak hívjuk, mint a szivacsok esetében, amelyek rendkívül hasonlítanak a kornoflagellátáknak az egyedül úszkáló vagy kisebb kolóniákat alkotó sejtjeinkhez. Ez volt az egyik nagyon korai bizonyíték arra, hogy lehet, hogy ez az élőlény csoport, ez igazából az állatoknak közül rokona. Ma már szerencsére ezt tudjuk, filogenetikai vagy filogenetikai megközelítésekből is, hogy ez a csoport a metazoáknak, az állatoknak a közvetlen testvércsoportja, és valójában ez nagyon jól megmagyarázza azt is, hogy miért látunk nagyon hasonló sejtípusokat a két csoportban, és nagyon könnyen el tudjuk innentől képzelni, hogy hogyan csoportosultak ezek a kornocita-szerű gallérrel rendelkező ősi sejtek össze kolóniákban, amelyek utána bevezethettek egyre komplexebb csoportok megjelenéséhez. De nagyon sok versenyző elmélet volt még korábban, több elképzelés is volt, akik azt gondolták, hogy differenciálatlan, ilyen tányérszerű lapos átmeneti élények, átmeneti formák voltak. Volt még egy rakat egyéb elképzelés. Ma úgy tűnik, hogy talán ez a legvalószínűbb, ami legjobban leírja azt, ami valójában történhetett. Okay. Térjünk át a gombákra egy kicsit. Egyrészt mert ezzel foglalkozok, másrészt mert egy nagyon sajátos útvonalat követnek a soksejtőség evolúciójában. Ők se nem evolutívak, se nem tonálisak, mert valami harmadik féle soksejtőséggel rendelkeznek, amit hát mi úgy hívunk, hogy hifás soksejtőség. Biztos mindenki látott már egy gombatelepet, ezt a micéliumot, ezt egyedi gombafonalak hifát alkotják. Ezekről azt gondoljuk, hogy bizonyos egysejtű gombák ilyen gyökérszerű a táptalajhoz, szubsztrátumhoz horgonyzó képleteiből alakultak ki. Ezek ilyen cső alakú képletek, amelyekben eleinte a sejtartalom relatíve szabadon tud közlekedni, majd megjelennek szeptumok, amik kompartmenteket zárnak le a hifákon belül. Ami nagyon fontos a hifákkal kapcsolatban, hogy a rendelkezésükre álló teret a fraktálszerű elrendeződésben töltik ki, tehát igazából maximalizálják a térkitöltésnek a hatékonyságát, ami egyébként valószínűleg ahhoz is vezet, hogy minimalizálják az egyes hifák közötti konfliktusnak a mértékét. Tehát lehet, hogy a gombáknak valami ilyen mechanizmus volt segítségére abban, hogy a kezdeti soksejtűséggel kapcsolatos problémákat feloldják. A gombák nem közvetlenül jutottak el a komplex soksejtűséghez, hanem ilyen hifás intermedieken keresztül. És amikor komplex soksejtűségről beszélünk gombák esetében, akkor elsősorban azokra a termőtestekre gondolni, amiket a bevásárló központban is meg lehet venni. Erre föltettem ide egy példát, azonban van több más komplex soksejtű szerveződése is a gombáknak, más struktúráik, ilyenek például az ektomikorizák, amelyek fákkal való kölcsönhatásban játszanak nagy szerepet. Hát ez is egy termőtest, ez egy tömbös gombának egy picivel egyszerűbb, de azért egészen komplex termőteste, tehát vannak egyéb struktúrák is,
amelyen most nem mennék bele, de ezek is kipipálnak minden feltételt, ami a komplex sokszerűséghez szükséges. Oké. Okay. Kis időt töltsünk azzal, hogy miért is egyedi a bombákat a sokszerűsége. Először is a hifákkal kapcsolatban. Ilyet mindenki valószínűleg már látott, de túl hosszú ideig tartjuk bent a hűtőben a süteményt, vagy a paradicsomot éppen ezen a képen, akkor megjelennek rajta ilyen szép kis vattás micéliumok, amelyeket hifák alkotnak. És ezek a hifák, mint mondtam, ilyen csőszerű, a legtöbb bombában szeptumokkal kompartmentekre tagolva képeket, amelyek a csúcsukon növekednek, és csúcsi növekedéssel keresgélik a tápanyagot maguknak, azzal így oldják meg azt, hogy minél több és jobb általánhoz a tápanyaghoz férjen hozzá. Majd amikor úgy érzi ez a bomba, hogy elkezdett kifutni a tápanyagból, akkor a már említett mechanizmusok által átvált komplex soksejtő szerveződése, ahol itt egy tintabombának, a Popronopsisnak, ami a soksejtőség kutatása egy népszerű modellje, a termőtesteit tettem föl. Ami nagyon érdekes, hogy bombák esetében a komplex soksejtőség az életciklusnak egy jól meghatározott periódusára korlátozódik. Tehát még mondjuk az állatok esetében, növények esetében maga a szaporodó individuum az komplex soksejtű, addig gombák esetében a vegetatív micélium, ami a tápanyagfelvételt végzi, az egyszerű soksejtű, vagy a faktárszerű soksejtű, és csak bizonyos színvonalak hatására bizonyos esetekben képez komplex soksejtű termőtesteket. Ez egy nagyon nagy különbség állatokhoz és növényekhez képest. És hogy kicsit megnézzük, ez a termőtestek hogyan néznek ki, hát ezek is hifákból állnak, de ezek sokkal kompaktabb elrendeződésben vannak a hifák, ott a hifák termelnek valamiféle ragasztóanyagot, ami egymáshoz ragasztja őket, és nyilvánvalóan meg kell azt is szervezni, hogy a különböző szövegtípusok, különböző sejtípusok a termőtesten belül kialakuljanak. Ezt egyébként nem nagyon tudjuk, hogy hogyan zajlik. Már említettem korábban, hogy a bombáknál a komplex soksejtőség még egy nagyon érdekes tulajdonságra bír, az méghozzá az, hogy konvergens módon megjelent egymástól függetlenül többször. Hogyha megnézzük, hogy állatok, barna és vörös moszatok, illetve növények esetében hányszor jelent meg a komplex soksejtőség, akkor azt látjuk, hogy egyen egy alkalommal, ami egy jól meghatározott evolúciós átmenet. Ugyanakkor azt jelenti számunkra, hogy a tanulmányozni szeretnénk azt, hogy ennek milyen genetikai előfeltételei voltak, vagy milyen mechanizmusokkal történt, akkor például az állatok esetében egy közel 600 millió éves átmenet kell tanulmányoznunk, tehát hogy a múltba kell visszatekinteni, és valahogy a mai élő példákból visszakövetkeztetni arra, hogy mik is történhettek azokban az őségben. Ehhez képest gombákban sok alkalommal, 8-11 alkalommal megjelenik a termőtestek, ami számunkra azt jelenti, hogy egy természetes módon jól replikált rendszerben tudjuk vizsgálni azt, hogy a komplex soksejtőség az milyen módon és milyen mechanizmusokon keresztül jelent meg. Egy másik érdekes dolog, ami szintén azt támasztja alá, hogy a bombák nagyon jó modellje a soksejtőségnek, az, amit mondtam, hogy az életciklus bizonyos fázisában váltanak át komplex soksejtű növekedése, tehát tudjuk mind az egyszerű soksejtű, mind a komplex soksejtű növekedéseket és működéseket élőben vizsgálni a laboratóriumban. Okay, hogyha szétnézzünk a gombák törzsfáján, hogy hol is találjuk ezeket a komplex soksejtű csoportokat, akkor két nagy gombacsoportra lehet első körben gondolni. Ez egyik a tömlős gombák, kb. Erre a csoportra kell fókuszálni. Ide tartoznak nagyon jól ismert termőtest képző gombák, gondoljatok kucsagombákra vagy szarvasgombákra. A másik csoport pedig a baziliumos gombák, ahol pedig a termőtest képző nagygombák az agaricomicotina csoportba tartoznak. Hát ide meg a leggyakrabban boltokban látott
termőtesteknek kell mondani, hogy laskobombai, csipernyomatózatúrháloskobombait oldalt. Azonban ezeken túl van számos egyéb csoport is, amely termőtesteket képezett, az üszülök és a rozsdák között is vannak ilyen csoportok, vannak az egészen korán leállózó bombák között is, ezek különösen érdekesek a komplex soksejtűség evolúció szempontjából, illetve van itt egy ilyen csoport, ami talán nem is az a lényeg, hogy hívják őket, de ide tartozik ez a neolektalanű jószág, amiről mindjárt beszélek egy-két szót. Ez egy olyan bomba, amit Észak-Amerikában lehet találni, ilyen sárga, feltűnő, nyelvszerű termőtesteket képez. Ami különleges ővel kapcsolatban, hogy kb. 5500 génje van. Ezek a humán genomi nemrég kerül megszakarolása, és azt találták, hogy a genom összetétele az sokkal jobban hasonlít egy alapvetően egysejtű élesztőjére, mint egy komplex soksejtű bombájára. A legtöbb komplex soksejtű bomba az ugye 11-2000-től 20000 génnel rendelkezik. Ezért aztán elég nagy meglepetés volt, amikor azt látták, hogy 5500 génnel ilyen termőtesteket lehet képezni. De ez felvet egy csomó kérdést. Az egyik kérdés az, hogy akkor vajon igaz lehet-e az, amit gondoltunk, hogy a soksejtűség, a komplex soksejtűség megjelenése az egy nagy evolúciós átmenet, és sok genetikai indítást igényel. Azt találták, amikor rekonstruálták ennek a gombának a genom evolúcióját a közeli rokonok élesztőkéhez képest, hogy minimális géncsalád expanzió történt. Hát nagyon-nagyon kevés duplikációt találtak a génekben, ami arra utalhat, hogy igazából nem sok minden kell ahhoz, hogy ez a bomba termőtesteket képezzen és különbözzön az élesztőktől. Ez egy olyan jelenség, ami még ma is gondolkodásra késztet minket, és nem igazán tudjuk, hogy mi lehet a mechanizmus ennek, de valami olyasmire gondolunk, hogy miután nem sok genetikai indítás volt, ezért azt kell feltételeznünk, hogy mindaz, ami a termőtest képzéshez kellett, azzal megvolt a közös őségben is. Olyan közös őségben, amelyek mindazonáltal nem képeztek termőtestet. És ennek a megmagyarázása jelenleg egy olyan dolog, amivel eléggé sok időt töltünk, majd megpróbáljuk kifejteni rá a később időjárban, hogy milyen lehetőségeink vannak. Okay. Mielőtt arról beszélnék, hogy mit találtunk és milyen elképzeléseink vannak ennek a jelenségek megmagyarázására, tennék egy kis kitérőt, ami pedig az összehasonlító genomikának egy nagyon gyors összefoglalása. Ami azért szükséges, hogy lássátok, hogy milyen elképesztő sebességgel szaporodnak a genomok, amelyeket tudunk használni arra, hogy különböző evolúciós kérdéseket válaszoljunk meg. A baloldali ábrán lehet, hogy ezzel találkoztok már a tanulmányok során, ez a DNS szekvenálás bázisonkénti árának a csökkenése. Ugye itt azt látok, 2008 körül megjelent ez a Next Generation Sequencing nevű technológia, ami ma már igazából egy technológia csoport, de összefogó néven is hívjuk, és innentől kezdve mélyrepülésbe kezdett a szekvenálásnak az ára. Sokkal jobban csökken a szekvenálásnak az ára, mint az egységi számoló kapacitásnak az ára számítógépben. Van ez a Moore törvény, ami azt mondja, hogy azt mondja, hogy minden két évben lefeleződik valami ilyesmi a megfogalmazás, az egységi számoló kapacitásnak az ára, hogy ki kell fizetni. Ehhez képest látható, hogy sokkal nagyobb területben csökken a szekvenálásnak a költsége. És ez vezet el ahhoz, hogy a kész genomoknak a száma viszont exponenciálisan növekszik. Ha erre az ábrára ránéztek, azt is láthatjátok egyébként, hogy ennek a növekedésnek a hajtó ereje az igazából a bombák jelennek, ami egyrészt annak tudható be, hogy a bombák genomját relatíve könnyű szekvenálni, nem annyira repetitívek és nem annyira komplexek, mint egy állati genom, sokkal kisebbek is.
másrészt annak, hogy, hogy az 1000 bomba genom nevű projekt az, az ideje korán el tudott indulni, és már ott tart, hogy, hogy az 1000 bombának szekválását sikerült befejezni. Azonban ezt kiemelném, hogy, hogy számos hasonló nagy léptékű genom szekválási projekt indult, és indul mostanában, hogyha valaki figyelemmel követi az irodalmat, akkor akkor a top újságokban sokat olvashat például ilyenekről, hogy Earth One Genome Project, vagy, vagy Genome 10K, vagy, vagy 10K Plant Genome Project. Ezek mind olyan genomszeknálási kezdeményezések, amelyek különböző élőlény csoportokra, rovarokra, madarakra, növényekre, vagy gerincesekre különböző számú genom, 5-10, 60 ezer genomnak a megszeknálásabb célul. Hát mi mondjuk azt gondolhatjuk, hogy ezek elképesztően grandiózus és nagyon nagy célkitűzések. Az egyik output, amivel biztosak lehetünk, az az, hogy ezekből a projektekből iszonyatos mennyiségű genom fog kifolyni. Nagyon sok adatunk lesz. És a kérdés igazából az, hogy, hogy ezeket az adatokat hogyan tudjuk értelmezni. És erre azt szokták mondani, hogy igazából a bioinformatika az, ami a szűk keresztmetszet ma már, nem pedig a szekvenálás. A szekvenál nagyon gyorsan lehet, relatíve olcsón is, azonban az, hogy ezt a legjobb a szolgatóságban hogyan értelmezzük és hogyan elvezzük ki, az már egy egészen más kérdés. És az egyik kiemelt célja ennek az egész folyamatnak az az, hogy például az emberi genom újra szekvenálásának és elemzésének a költségét sikerül $1000 alá leszorítani. Ez egy régi célkitűzés volt. Egy pár évvel ezelőtt eljutottunk odáig, hogy $1000 meg lehet szekvenálni egy emberi genomot pár napon belül. Nem egy nagy masszív lesz. Mit kezdünk vele? Az utána következő bioinformatikai analízis az akkor, amikor ezt a határt átléptük, körülbelül még egy agricellás $5000 lehet. Ez egy olyan költség, amit elég kevesen engedhetnek meg maguknak, még a nálunk gazdagabb országokban is. Ezért ez még mindenképpen gátja volt annak, hogy igazából a genomszekvenálás és ezáltal a különböző betegségeknek a predispozícióknak a megismerése egyedenként, vagy személyenként beinduljon. És egy jó barátom cége, együtt voltunk postdokok a bostoni régióban, Diego Martineznek a cége, a Veritas Genetics volt az, ami először sikeresen leszorította a szekvenálás és a bioinformatika költségét $1000 látták. Most már, hogyha valaki szeretné a genomját megszekvenáltatni, és tudni, hogy milyen esetékkel rendelkezik, például ott esetben milyen betegségben van meg eltékenek predisponálva, akkor ezt a Cambridge-i cégnél meg lehet tenni. Sőt, igazából volt egy Black Friday akciójuk is, $200 vállalták ezt, igaz, hogy csak az első ezer megyen megjönnek. Úgyhogy ide is megjönzik a Black Friday. Oké, és itt szeretnék egy valószínűleg nagyon-nagyon lerágott csont idézetet előhúzni a zsebemből. Az pedig az, hogy a biológiában semminek nincs értelme, kivéve az evolúció tükrében. És amikor arról beszélünk, hogy genomokat szeretnénk összehasonlítani, és valamilyen módon szeretnénk azt megtudni, hogy ezek a genomok hogyan elolvadalottak, milyen volt a közös ősnek mondjuk a genom összetétele, akkor evolúciós eseményekkel kell gondolnunk. Ezek biztos nagyon érdekes, nagyon ismerősen hangzanak. A genomokat duplikáció, gén duplikációk, vagy szegmentális duplikációk, vagy akár teljes genom duplikációk alakíthatják. Vannak génvesztések, nagyon léptékű delíciók, inverziók, szekvencia szintű változások, esetben megoldani például, amelyek lehetnek mint kódoló régiókban, vagy nem kódoló régiókban. És van egy csomó egyéb folyamat, ami a genomok evolúciójához hozzájárul, és ez mind-mind lenyomata az élőlények evolúciós hátterének. A kérdés számunkra az, hogy hogyan tudjuk ezeket a mi szempontunkból releváns változásokat azonosítani.
A válasz pedig a filonetikai megközelítés. Ez miért van így? Ennek az az egyik oka, hogy mindaddig, amíg kettő genomot hasonlítunk össze, addig nem sok mindent fogunk megtudni a minket érdeklő, akár fenotipikus jelleg, vagy bármilyen jelleg a genetikai hátteréről. Van kettő genom, amit összehasonlítjuk, látjuk, hogy valamennyiben közösek, valamennyiben viszont különböznek. Hogyan tudjuk azt megmondani, hogy a különbözőségek közül melyek azok a különbözőségek, amelyek ténylegesen relevánsak a minket érdeklő jelleg szempontjából. Hát ugye jöhet a megoldás, amikor dobjunk be az egész rendszerbe egy csomó genomot, és nézzük meg, hogy a sok genom segítségével jobban szét tudjuk-e válogatni a különbözőségeket. Te itt előttem egy problémát. Hogyha ezt a rengeteg genomot megpróbáljuk valamilyen hagyományos statisztikai eljárással elemezni, akkor belefutunk abba a jelenségbe, amit úgy hívnak, hogy filonetikai nevű betegség. Ugye mit is feltételeznek a hagyományos neurobiológikus statisztikai eljárások? Azt feltételezik, hogy az adatpontjaink egymástól függetlenek. Most ez pont nem így van, akkor, amikor egymással rokon viszonyban álló élőlények genomjait hasonlítjuk össze. Ugye ezek az élőlények, ezek nem függetlenek egymástól, mert egymással vannak. Ebből következően bizonyos genomok jobban fognak hasonlítani egymásra, pusztán azért, mert egymásnak közelebb rokonai. Most ez az a jelenség, ami a hagyományos statisztikai módszereket a fejünk tetejére állítja. Ilyen esetekben nem tudjuk azt megmondani, hogy az az eredmény, amit látunk, az a hasonlóság, amit a száz genom segítségével kiszűrtünk, az azért jelent meg, mert a genomok azok egymásnak közelebb rokonai, vagy azért jelent meg, mert hasonló szelekciós nyomás alatt álltak, és hasonló adaptációkkal jöttek el. Ezt a két dolgot teljesen esélytelen egymástól elkülönítenünk, ha csak nem használunk egy filonetikai korrekciót. Ennek érdekében játszunk el egy ilyen gondolatkísérletet. Két fajt vetítettem ide fel, egyes vagy kettes faj, és mondjuk, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy a kék fenotípus mögött milyen vélek húzódnak már. Ugye a két genomot összehasonlítjuk egymással, azt látjuk, hogy van egy csomó különbség. Itt most az útvonal mentén ezeket a függőleges kis vonalakat gondoltam, ezekkel ábrázolom a különbségeket. Nem tudjuk, hogy melyik az, amelyik elváros a számunkra. Jön a megoldás, dobjunk be még egy pár genomot ebbe az egész rendszerbe. Azt látjuk, hogy van három kék fenotípussal rendelkező genomunk, és van három sárga fenotípussal rendelkező genomunk. Ez annyiból jó nekünk, hogyha egy törzsfa mentén próbáljuk feloldani ezeknek a különbségeknek az eredetét, akkor legalább annyira képesek vagyunk, hogy lokalizáljuk az egyes különbségeket a törzsfa egyes ágaihoz. Vagy ágaira, bocsánat. De ez már egy előrelépés. Ezzel szemben meg tudjuk azt is tenni, hogy a jelleg evolúcióját is megvizsgáljuk, mondjuk egy ősi karakteralkotó rekonstrukció segítségével, és azt látjuk, hogy az alapvetően ősi sárga jelleg az kékre ezen az ágon változott. Erre vannak matematikai módszerek, hogy egy ennél sokkal-sokkal bonyolultabb példa esetében is meg tudjuk mondani, hogy a törzsfán hol történt a karakterállapot átmenet. Innentől kezdve viszont egész jól tudunk fókuszálni arra az ágra, ahol ez történt, annak érdekében, hogy kitaláljuk, hogy milyen gének játszott a szerepet. Tehát nyilván a jelleg megjelenésében szerepet játszó genetikai változásokat, illetve a gének, a splicing-ozó formák megjelenése, amit akarunk, azokat valahol itt kell keresni. Tehát ez lenne a logikája az összehasonlító evolúciós genomikának, amikor egy filogenetikai rendszerre elemzésbe dobjuk be a genomokat, és a törzsfa mentén feloldjuk az egyes változások a megjelenését, majd azt kérdezzük meg, hogy melyek azok a változások, amelyek egybeesnek a minket érdeklő jelleg megjelenésével. Oké. Azt is vegyétek észre, hogy egy ilyen jellegű vizsgálatnak az egyik kvázi mellékterméke, indiszt eredménye az, hogy rekonstruálni tudjuk az ősi genom összetételeket.
Ha visszamegyünk erre az ábrára, akkor látjátok, hogy minden egyes ábra fel van oldva az, hogy milyen genetikai innovációk történtek. Hogyha ezeket visszaszámoljuk az ősökig, akkor képesek lehetünk rekonstruálni, mondjuk ebben a belső nóduszban élő hipotetikus közös ősnek a genom összetételét. Erre már vannak módszerek, többek között mi is fejlesztettünk ilyen módszereket, és lehetővé válik az, hogy időben visszamenve rekonstruáljuk a ősi genomok összetételét, akár egészen nagy evolúciós skálát is. És ebből egy csomó dolgot tudunk tesztelni, ami nagyon érdekes számunkra. Például azt, hogy milyen tempóval zajlik az evolúció különböző csoportokban, vagy időben, változik-e az evolúció sebessége, hol vannak nagy evolúciós robbanások, akár génduplikációkban, vagy más jellegű genetikai innovációkban, hol vannak nagy génvesztések, és a többi. Mondjuk, hogyha erre a törzsvára néztek, itt a gombócoknak a mérete, az a rekonstruált ősi genom mérettel arányos. Na, tehát, hogyha elindulunk a gyökértől, akkor azt látjuk, hogy ebben a móduszban, ami egyébként az állatok és a gombák közös őse, ebben a móduszban egészen nagy változás történt, 13.600 génről 18.700 gén, közel 5.000 duplikáció történt, tehát ez feltehetően egy olyan periódusa volt az evolúciónak, amikor egészen sok minden történt. Egy másik részre nézve a fának, ezek az élesztők a gombákon belül, az élesztő csoport, ami a Saccharomyces és a Candidát is tartalmazza. Azt látjátok, hogy ennek a közös ősnek a rekonstrukciónk szerint kb. 11.000 génje volt, majd az őt közvetlenül követő nóduszon már csak 6.000 körüli gén van, tehát itt közel 6.000-5.000-6.000 közötti génvesztésről beszélünk. Tehát ez egy olyan példa, ahol elképesztően sok gén veszett el evolúciósan egy relatíve rövid idő alatt. Ezután a kitérő után visszatérhetünk egy kicsit arra, hogy akkor a gombák sokszerűsége az, hogy is jelentett meg. Most a három kép közül a két fölsőre kellene fókuszálni, méghozzá arra, hogy ebből az egysejtű kicsit gombából, aminek ilyen horgonyszerű kis gyökerek képletei vannak, hogyan alakulhattak ki a mai micéliumokkal rendelkező és hifás növekedésre képes élővények. Hogyha ránézünk a törzsfára, és csinálunk egy ősi karakterállapot rekonstrukciót, megkérdezve azt, hogy mely gombák, illetve a gombákon belül hol jelent meg először a hifás növekedésre való képesség, akkor a zöld gombócokra fókuszálva valahol itt lehet. Hát ez körülbelül a mai élő zópa, gomikóta és a többi gombának közös ősének értékeződik. Egy kis bizonytalanság van ebben, nem tudhatjuk egészen pontosan, lehet, hogy már kettő módusszal hamarabb is ez elkezdett megjelenni. Erre azért gondolunk, mert közeli rokon rendekben, a blastopadiomikótában és a pithidiomikótában is vannak hifás növekedése, valamiféle hifás növekedése képes gombák. Jó, tehát arra juthatunk, hogy erre a három módusra tudjuk nagyjából lokalizálni a hifás növekedés megjelenését. Fogtunk 70 genomot, csináltunk egy ilyen összehasonlító elemzést, abból megnéztük, hogy a hifás növekedésben szerepet játszó ismert gének evolúciója az hogyan néz ki. Ehhez különböző csoportokra bontottuk a hifás növekedésben szerepet játszó géneket. Szerencsére ilyen génekben egészen sok információval rendelkezünk különböző genetikai munkákból és mutánsztűnekből és a többi. Ezeket ilyen csoportokra bontottuk, hogy mondjuk mikrotubulusok mentén történő transport, ami a gombák, a hifák polarizált növekedési szempontjából nagyon fontos. Vannak különböző polaritási markerek, az aktin-citoszkeleton nagyon fontos,
a sejtciklus regulációja szintén nagyon fontos, sok olyan gén van, amit hogyha kiütünk, akkor a hifás növekedés sérül, vezetőleg transportálni is kell egy ilyen hosszúkás hifa mentén, illetve vannak transzkripció regulátorok, transzkripciós faktorok, vagy különböző egyéb gének. Most a helyzetek a géneknek az evolúciát rátérképezzük az előadó törzsfára, akkor azt látjuk, hogy a zöldel kiemelt móduszokban, amúgy az a három módusz, amit az előző ábrán mutattam, relatíve kicsi változások történnek. Ha fókuszálunk mondjuk egy mikrotubulus rendszerre, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb duplikáció az az eukarióták közös ősében, a gombák és az állatok közös ősében, illetve a gombák közös ősében történt. Hogyha szétnézünk egy kicsit a többi géncsoport között, akkor is azt látjuk, hogy a lényegi változások azok a törzs elején történtek, és igazából a három móduszban, ami minket érdekel, alig történt valami lényegi változás. Ez volt talán kivétel a transzkripció regulátoroknak a csoportja, ahol a törzsfa gyökerében alig rekonstruáltunk közös műségéneket, viszont azt látjuk, hogy egész komoly expanziók vannak a hifás növekedés megjelenésével egybeeső módon. Mert az összességében nagyjából azt mondja nekünk, hogy a hifás növekedésben szerepet játszó gének jó része már sokkal a hifás a fonalasgombák megjelenés előtt is megvolt. Tehát valószínűleg ezek a gombák, ezeket a géneket valahogy elkezdték újra hasznosítani akkor, amikor a hifás növekedés képességét kifejlesztették az evolúció során. Tehát ez ugye azt is mondja, hogy olyan elképesztően nagy genetikai innováció nem volt szükség, mert nagyjából minden helyben volt, egy csomó mechanizmus helyben volt, amire lehetett támaszkodni, ezért aztán csak újszerűen kellett ezeket a kvázi építőköveket használni, és nem kellett túl sok mindent újonnan feltalálni. És ezzel az élesztőkre egy picit kitérve, ugye mondtam, ezek nagyjából egysejtű élények, ezeknél viszont azt látjuk, hogy a soksejtűségben szerepet játszó gének, azok nem vesznek el olyan mértékben, mint a genom többi része. Hogyha erre az oszlop diagramra fókuszáltak, akkor a fekete része, a fekete oszlop az a genom szintű génvesztésnek az aránya, tehát ez például a sajrácó élesztő szakolóces magába foglaló csoportban, ez kb. 60%, a genomnak a 60%-a nagyjából elveszett az előző őshöz képest, és hogyha a különböző soksejtőségben szerepet játszó géncsoportokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy csoportok jó része kevesebb gént vesztett el, mint amennyi a genomban általában elveszett. Tehát igazából alulreprezentáltak a génvesztések között a soksejtőségben szerepet játszó gének, kivéve egy-két csoportot, ezt a három csoportot, amik adhézió és különböző szinalizációban szerepet játszó géncsoportokat reprezentált. Oké. Ezzel eljutottunk odáig, hogy nagyjából tudunk egy választ adni arra, hogy genetikai értelemben legalábbis a gombáknál a soksejtőség megjelenése az egy nagy vagy egy kicsi átmenet volt. Hát nyilvánvalóan a fenotipikus szempontból ez nagy átmenet volt, mert lehetővé tette a gombák számára azt, hogy nagyobb távolságot megtegyenek, és sokak szerint a szárazföldre lépésben is szerepe volt annak, hogy a hifák azok rövid alatt nagyon nagy távolságokat tudnak megtenni és gyorsan növekednek. Azonban azt látjuk, hogy az emögött meghúzódó genetikai eszköztár az már jelentős részben megvolt az egysejtű eukariótákban is. Hát akkor ez igazából mit jelent számunkra? Ez nagyjából azt jelenti, hogy ezek az ősi géncsaládok, ezek új funkciókat nyertek a gombáknál, tehát a kóboxer események történtek, vagyis az ősi funkciók azok újra lettek húzamozva
a hifás növekedés érdekében, és egy kicsit szétnézünk a többi csoportban, akkor nagyon hasonló dolgot látok, hogy jelentettem a kalocitákat, amelyek egyedi, függetlenül táplálkozó és létező sejtek voltak a koronfagellátás esetében, majd ugye ezek a sejtek jelennek meg a szivacsok és egyre komplexebb sok sejti állatok szerzetében, teljesen más funkcióban. Jó, kevés készítő genetikai újítás van, tehát hogyha valahova tényleg nézni akarunk, ahol sok minden történt, akkor az biztos, hogy nem nincs állatfunkció. Az is lehet, hogy a génszabályozási mechanizmusok kudarozódtak át sok hangú mértékben, de ezt egyébként nem tudjuk. És én szeretem az evolúciónak az öreg úrásmester metaforáját, ami azt mondja, hogy az evolúció az egy ilyen kis bütykölő, apró változtatásokat végrehajtó folyamat. És ezt annyival egészíteném ki, hogy az órásmester ezt nem csak bütyköl és apró változtatásokat csinál, hanem igazából abból dolgozik, ami az ő műhelyében eleve megvan. Tehát nem olyan, viszonylag ritkán megy ki a műszerboltba, a boltba újabb anyagokat beszerezni. Szétnéz, hogy mi van a környéken, és azt használja. Igazából ez történik genetikai értelemben is. Ott vannak a gyümcsaládok, megvannak azok a biokémiai potenciálok és tulajdonságok, amik használhatóak egy sejtű és akár sok sejtű kontextusban is, és igazából ebből építkezik a rendszer. Tehát nincs igazából nagy újítás, nincsen feltaláló spanyol viasz, hanem egész egyszerűen összefűzi újszerűen azokat az építőköveket, amelyek már akkor is rendelkezésre álltak. Ezzel rokon elmélet, ami preadaptációkról beszél, ezek olyan genetikai eszközök vagy eszköztárak, amelyek valami funkcióra kifejlődtek, de nagyon hasznosnak és nagyon könnyen bizonyulhatnak hasznosnak egy teljesen új kontextusban is. Hogyha ilyen preadaptációk vannak, akkor ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy bizonyos fejlődési dolgok az elvártnál könnyebben fejlesztenek ki, vagy evolváljanak új fenotípusokat, tehát kvázi predisponálják az ősi élőlények arra, hogy ugyanazt a fenotípust újra és újra elérjék az evolúció során. Jó, tehát innentől könnyű belátni, hogy a preadaptációk azok igazából a konvergens evolúció melegágát jelentik. Tehát elképzelhető az, hogy az a 25 egymástól független megjelenése a soksejtűségnek az evolúció során, az szintén valamiféle preadaptációknak köszönhető, és ha már nagy átmenetnek tűnik, igazából azért, mert minden helyben van, és egy csomó genetikai eszköz már elérhető, genetikai értelemben mégsem olyan nagy átmenet. Ez megmagyarázza azt, hogy miért olyan sokszor fordult elő. Jó, ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen a figyelmet, hogyha van bármilyen kérdés, akkor szívesen megtaláltam.